Békés vármegyében járunk a Körösladányi Agrár Kft-nél, ahol 4200 hektárt művelnek meg 45 munkatársal. Nincs könnyű dolga a cégnek, hiszen nem elég, hogy eleve gyengébb adottságú földeken kell eredményesen gazdálkodniuk, míg a szárazság is leginkább ezeket a területeket sújtja az országban. Már régen elfelejtették a szántást, és áttértek a forgatás nélküli technológiára. Tárcsás nehéz kultivátorral végzik az alapművelést, illetve a megfelelő tárcsával sekély művelést alkalmaznak. A vízmegőrzés szempontjából látszik, hogy minél kevesebb művelettel nem szárítjuk ki a talajokat, és így a vetés minősége, illetve a növényeknek a kelése sokkal megbízhatóbb, jobb lehet, mivel mint a forgatásos művelésnél ilyen kevés téli csapadékban részesülünk. Azok, akik ellenzik a forgatás nélküli talajművelést, azok azt szokták mondani, hogy nem lehet ezt a módszert alkalmazni a kötött talajokon. Na most, hogyha valahol kötöttek a talajok, akkor azok nálatok kötöttek. Akkor mit lehet ilyenkor mondani erre? Így igaz, nálunk vannak 75, a közel 80-as kötöttségi régi istelepből maradt kemény fekete talajokkal is rendelkezünk. Én úgy gondolom, hogy lehet, csak meg kell várni az optimális időpontot, optimális talajállapotot, amikor érdemes hozzányúlni a talajokhoz, és nem mindegy, hogy milyen eszközzel, milyen megbízható minőségi eszközökkel tesszük mindezt. Mennyi vizet tudtok megőrizni a talajban ennek a módszernek a használatával? Ezzel tudjuk a legtöbbet. Minél kevesebb a művelés, minél sekélyebben, illetve a tavaszi gabonákat már direkt vetéssel termesztjük. Ez azt jelenti, hogy tavasszal semmilyen talajmunkát nem végzünk, akár talóba, vagy pedig egy nagyon sekély tárcsázás után történik a tavaszi gabona vetése. Minőségben is egyöntetőbb, sokkal a kelés nincs agyon taposva, nincs megtaposva a talaj, nem törődik annyira a talaj felső rétege. A talajművelés mellett a vetés minősége is kulcsfontosságú a jó termés érdekében. Olyan gépeket választanak, amelyekkel a rendelkezésre álló rövid idő alatt gyorsan, precízen juttathatják ki a vetőmagot. Ahogyan a talajművelésben, úgy a vetésben is a Védelstad mellett tették le a voksukat. Az eddig használt két egymenetben több műveletet elvégző gabonavetőgép és a kapásnövényekre alkalmazott szemenkénti vetőgép mellé egy újabb 12 soros szemenkénti vetőgépet vásároltak. Azt szokták mondani, hogy nagyon fontos a vetésnek a minősége, hiszen egy robbanásszerű kelésnél már biztosított tulajdonképpen a növényeknek az elindulása. Így igaz, ezért nagyon fontos, hogy a magágyelőkészítés, illetve az időpont megválasztása akkor, amikor kellően ülepedett a talaj, illetve ez a vetőgép ezt tudja. Látszott a tavalyében nálunk, hogy nagyon jó a kellő pontosságú a tőtáv, a kelés minősége, a lezárása sokkal hatékonyabb volt, mint az előző vetőgépeknek, illetve a szakaszolásonkénti elzárása. 1500 hektáron nagyon sok zsákvetőmagot használunk fel, ahol nagyon fontos a spórolás, illetve a kijuttatása a magoknak. Ez is sokkal precízebb. És a gépvásárlás után jött a meglepetés. Kiderült, hogy Körösladányba kerül a Védelstad Magyarországon értékesített ezredik tempó vetőgépe, amelyet a forgalmazó cég vezetői személyesen adtak át a Körösladányi gazdaságban. Amikor Hannoverben annak idején láttunk ilyen 12 és plusz X soros gépeket, akkor azt mondtuk, hogy hát erre nem biztos, hogy Magyarországon lesz szükség. Aztán mégis, mi indokolta ezt? Alapjában véve, hogy a gazdasági szerkezet, illetve az időjárási viszonyok is hozzá adtak ehhez nagyon sokat, hiszen mindenki tudja azt, hogy az optimumba elvetett növény, illetve hát mag gyakorlatilag ott tudja kihozni a maximális potenciáját, hogyha ez az időbeliség ez érvényesül. Tehát most napjainkban azért nem úgy történik a vetés, hogy egy hónapon keresztül vetünk, és rosszkor kezdjük el, és tulajdonképpen rosszkor fejezzük be, hanem a gazdaság az adott mérethez tudja igazítani azt az időszakot, amikor ő kiszámolva azt, hogy ezzel a géppel 6-tal, 8-tal, 12 sorral mennyi napi teljesítményt tud elérni, ahhoz időzíti. Nagyon sok esetben, hogy a gazdaságok nem csak egy műszakban, hanem két műszakban dolgoznak.
illetve a munkaszervezés szempontjából is maga az erőgépek mérete is változott, és a klasszikus kis négyhengeres traktorok helyett azért most már napjainkban inkább ugye a hathengeres, vagy egészen nagyméretű, akár 300 pluszos lóerővel rendelkező gépekkel vetünk, ami ugye lehetőséget biztosít arra, hogy egy ember egy műszak alatt jóval nagyobb teljesítményt tudjon kihozni a vetőgépből. A fejlesztésben, a kezdeti években, a kísérletezésekben mi nagyon fontos szerepet játszottunk. Tehát 2009-től kezdődően ez a vetőgép a szántóföldi tesztekben itt vett részt Magyarországon, és a helyi kollégák, a helyi kollektíva nagyon sokat tett azért, hogy ez a vetőgép elnyerje azt a formát, ahogy egyébként a piacra lépett. És hát ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos momentum szintén a magyar piachoz kötődik, mégpedig a 2017-es év, amikor itt egy vetési versenyben mi egy világrekordot állítottunk föl egyébként az itt látható modellel, egy 24 óra leforgás alatt gyakorlatilag több mint 500 hektárt vetettünk el egy enyhén gazdaságban. Tehát ezzel is igazoltuk azt, hogy a teljesítmény és a minőség jól megférnek egymás mellett.